a család, mert olyan édes az otthon. Hazaviszem a titkaimat, minden terejt az otthon. Olyan édes, új édes, ha múlnak a percek. Néha szavakat dobálunk szerte szét, mert az igazat keresem én. Otthon édes, édes otthon, néha mennyország, néha pokol, néha gyűlölünk, vagy szeretünk. Jó reggel! Jó reggel! Hogy aludtál? Nyakamat elfeküdtem itt kicsit. Nem jól találtam ezt a haderőt, ezt így kell így. Belülegesen rátod. Igen, 75 fokos szöke az ágyomba. Így van, úgy van pontos. Így jó? Igen, nagyon folyós a tojás. Folyós a tojás? És tegyél egy kis sót még alá. Még egy kis sót? Jó, hát rakhatunk bele. Na. Olaj. Kevés az olaj. Na, így jó lesz. Gyorsabban. Bajod van neked ma reggel. Miért lenne baj, Józsi? Látod, milyen érzés, amikor te beleszólsz az én vezetésembe? Bocsáss meg nekem. Na, megbocsátos. Na, megehetem a rántottádat. Nem. Akkor folytasd. Csináld meg magadnak. Édes Józsikám! Azt tudod, hogy nem sokára pedagógus nap lesz, ugye? Jaj, na, engem, engem nem érdekel, akármilyen nap lesz. Gondoltunk már valamire? Na? Nem gondoltam semmi, nem foglalkozom, nem vagyok pedagógus, drágosságom. Hát jó, hát én csak úgy kérdeztem. Emlékszem, hogy annak idején mekkora nagy szám volt. Mindig ólomüveget kaptak a tanítónénik, meg poharat, meg kávéskészletet. Nekem rossz emlékeim van a piros könyvtől, megbuktatott magyarból, mikor szavarnom kellett. Ilyen szép kis kantálos nadrágom volt, emlékszem, ki voltam öltöztetve. Isten, ki áll? Neked volt ilyen valami ünnepi ruhád régen, iskoláskorodban? Fekete rakott szoknyám volt, fehér harisnyám. Na tessék. Fehér zsabós blúz, Istenem, emlékszem, mekkora nagy szám volt a fehér zsabós blúz. És kézzel ott állok az egész osztály előtt, kiállok, mondom, szépen szabaltam már, nagyon szépen, szép kiejtésem. Mit volt. Szabaltam? Megálltam, mondtam, József Attila, mama, írta Petőfi Sándor. Mindjárt helyre zavart, úgyhogy engem nem érdekel. Piroska néni sem, meg szegény. A pedagógus napot hát sem. Akkor nincsenek jó emlékek. Pedagógus. Én arra gondoltam, hogy a Juliska nénnek odaadhatnánk azt az ólomüvegvázat. De mit adjunk a kis fiatal? Figyelj, de milyen ólomüvegvázat? Ne adjunk semmifajta ólomüvegvázat, amikor ott van a madocsai csöcses korsó, amit nem használunk, azt nyugodtan adjunk. Mit mondtál az elébb a fiatal tanítónő? Hát, hogy neki mit adjunk. Tényleg, hát ő is pedagógus. Hát bizony. Drágám, most úgy végig gondolom, tényleg foglalkozni kell ez a pedagógus nappal. Ezt nem lehet csak úgy ukmuk fog elengedni a fülünk mellett. Igenis, a pedagógusok önfeláldozóan végzik a munkájukat, és nekünk nagyon sokat segítenek a gyerek nevelésében. Nekünk borzasztóan fontos, hogy odafigyeljünk erre, és mindenképpen meghaláljuk ezt a dolgot. Én azt mondom neked, hogy mi ezt vegyük komolyan, és én hajlandó vagyok arra, hogy például mit szólnál hozzá, mint hogy a szülői munkaközösség virágfelelőse, a fiatal tanárnőnek felajánlanánk egy wellness hétvégét. És mondjuk én, mint ugye a világfelelőse a szülői munkaközösségnek, elkísérném erre az útra. Te milyen okos vagy. Köszönöm szépen. Na, akkor a kis fiatal tanárnő megkapja a csecses korsót, és Juliska nénit elkíséred erre a wellness hétvégére. Akkor az Loch Ness hétvége lesz, nem wellness. Szevasz, Pistikér! Jó van, ha megvan! Figyelj ide! Hát most közben meccset nézek, igen. Na mi van, lementetek? Aha. És mennyi volt az eredmény? Az nagyon jó. Figyelj, de a vasörödőben vagytok? Az nagyon jó. Te, semmi, hát figyelj, én leugrom, majd megbeszéljük ott, tehát most figyelj ide. Nem azért mondom, de én a tekében mindig jobb voltam nálad.
Meg hát a Pátyi Pityinél is jobb voltam. A Pátyi Pityi szerintem az felelre megy, nem ér, mint én. Na most figyelj, várj egy picit, közben nem nézek itt, mert majdnem egy gólt rúgtak. Ronaldo majd, jó van. Nem úgy volt. Figyelj ide, hát én lemegyek, aztán megbeszéljük, de most nagyon nagy bizony is benne. Jó van. Te az a kis, igen, az a pincérnő, aki ott volt, az van még mindig ott. Hát tudom, a sorozat ismerem pontosabban. Nem olyan fontos, figyelj, ott leszek én egy olyan, mit tudom, 15-20 perc van, megyek én, hát tudod, hogy ilyenkor az ember mit csinál. Na bevallom neked őszintén, hogy én, amikor múltkor elmentem, akkor albán részek volt, hát ilyen szabál olyan volt, hogy így nézett velem, nem is tudtam, hogy én vigyem haza, hát te hogy viszem haza? Hát nem is tudom, még a taxi sem vitte haza, nem, hogy én, de persze, nyilván, figyelj, hát focira, jó, hát oké, lemegyek, oké, de rúgjuk egy kicsikét, rendben van, figyelj, az azért, de olyan csukában gyere, mint mert úgy, hát az egész térdem azóta fáj, komolyan mondom neki, és a betonon este, mert nem is tudod, na, jó, hát sőre, persze, barna is lehet, minden, nekem csak jó sör legyen. Folyék, hogy az lényeg, a kenyér, az, ami legfontosabb. Engem, várj, egy picit várj csak, mert nem volt egy szöglet, és azt visszanézem, hogy aha, megadta egy bíró, jó, nem, megadta, jó. Figyelj ide, hát oké, nem megyek is, hát a srácok kapta oda, még 1000 éves színbarák ezek mind. Ki csodál? A Tóni? Hát Tóni? A Berkesi Tóni? Ne viccelj, hát 1000 éve nem látta, mi van vele? Hát a Kanadából jött haza, figyelj, ez alig beszél a magyar. A sört azért megissza, jó sört meg tudja írni. De várj egy picit, várj, most ezt megnézem, mert most ezt nem adom, de valamint volt, vagy... Igen. Vagy, jó, most már rendben van, nem volt gól, nem, nézem közben a meccset, de figyelj, kimentek, megnézek, megy Dózsát, az is jó, nekem mindegy, az is megnézhetem. Figyelj, engem nem zavar ez, figyelj, ott jöhet bárkivel. Azért ez mégiscsak borzasztó, én annyit dolgozom, hogy csoda. Mosok, főzök, takarítok, te meg semmit nem csinálsz. Micsoda? Én? Uh-huh. Hát nem látod, hogy sörözöm, tévézem, és közben a haverokkal beszélgetek egyszerre? Hát az más. Nem sokára itt a nyári színidő. Olyan jó lenne elmenni valahova nyaralni. Menjünk a Balatonra, nem? Igen, a Balatonra. Ne, én úgy szeretnék inkább valami tengerhez. Na, tengerparti szó se jöhet. Négyen vagyunk, elég húzósak a tengerparti állat. Látos, hogy allergiásak a tengerparti szúnyogra. Olyan sok akció van, ki lehet fogni valami jót. Akciókról ne is beszéljünk, a balegik úgy jártak, befizettek valóban, mit tudom, oszlóba, és hajdúszoboszlóba jutottak el. Tőzbe tönkre ment az iroda. Úgyhogy nem menjünk. Megvan. Hát ott a Velencei tó gyereke, ott a kis nyaralónk. Hát miért nem menjünk oda? Ott lehet például, mit tudom én, horgászni, akkor tudunk horgászni, meg esetleg horgászni, ugye? Horgászni, meg horgászni. Gyere, Valentina. Elmegyünk vásárolni. Na, gyere. Na, tessék. Figyelj ide. Megtanítalak egy-két fogásra. Mondjuk ez a horgászbot fogja. Így. Bedobunk. Így fogod. Leteszed. Most a legfontosabb dologra tanítanak meg kisfiacskám. Hogyan kell vigyázni a horgászbotra, amíg apuka elmegy a haverokkal bowlingozni. Érted? Okos fiú vagy. Egész nap azon gondolkodtam, hogy mit vegyek fel szombat estére. Na, hogy tetszik? Na, milyen? Hát ez csodálatosan fog állni a smokingothoz, de várj, mutatok egy másikat. Itt van például ez. Ez egy tiszta sejem. Gyönyörű az esése, nézd meg. Na, ez például hogy tetszik? Nagyon tetszik. Jó, hát ez legyen a rakodhoz benne, nem is tudom. Na jó, figyelj, mutatok egy harmadikat. Jaj, hát ennek olyan szabása van, mint az álom. Amióta szegény Klárikám meghalt, nem találok egy jó varrónat. Na, nem baj, majd keresek egy másikat. Nézd csak! És ez milyen csodálatos. Olyan... Tudod mit? Az is olyan? Az is olyan szép. Milyen szép? Hát mint az előző. Hát az előbbire sem mondtál semmit. Hogy lehetne, akkor az is olyan szép. Ez egy ilyen, az egy olyan, az egy amolyan. Nem lehet, az is olyan szép. Vagy ez, vagy az, vagy a vagy. De lásd, kivel van dolgod. Mutatok egy csodát, egy álmot, ide néz. Hát ez aztán igazán az operába való, nem így szólsz hozzá. Azt a kacsafarkat, az vedd le szépen. Milyen kacsafarkat? Ami a nyakadban van. Ez? Hát ez nem a kacsafarok. Tudod, ez mi? Ezt úgy hívják, boa. Akár micsoda, de tűz miatt vedd le, nincs tűzoltó készülékem. Milyen tűz miatt? Milyen tűzről beszélsz, édes Józsikám? Az operában nincsenek tüzek? Operában?
Én arról a tűzről beszélek, amint te majd a hétvégén fogod főzni a birkagulyást, édesem. Hát nem az operába megyünk? Most, amikor jön a sanya, Walt Disney. Közben meccsi tűzoltó készülékem. De jó, zuhanyoztam! Na szívem! Édeske? Igen? Szívem, már akartam múltkor is mondani, hogy ez az otthon, ez, hogy is mondjam, szóval nem túl előnyös neked. Helyen, mi baj van ezzel? Teljesen tiszta, most vettem fel. Nem az, hanem úgy tudod, hogy is mondjam, inkább a fazonja, az. Ma anyám is ezt hordta. Na, például az a baj, hogy anyám is ezt hordta. Tudod, a férfinak fontos, hogy lásson, látvány legyen. Tudod, szóval erre nem indul be nekem nem indulok be úgy. Például nem vesztem az eszemet. Hát, azt már rég elvesztetted. Hát nem mondom. Azért nem olyan rossz ez az otthonka.